települések nyertek egy bizonyos forrást fejlesztéseikhez, többletforrás igényt nyújtottak be, és ezekről a megyei önkormányzatnak, mint döntéshozónak kellett nyilatkoznia. A délutáni rendkívüli megyei közgyűlés apropóját ez adta. Ugyanakkor a képviselők szavaztak hétfőn a kaposvári polgármester petíciójának támogatásáról is, melyben Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként arra kéri a magyarországi önkormányzatokat, minél többen csatlakozzanak ahhoz az általa indított nyilatkozathoz, melyben az Európai Bizottság elnökét kérik arra, függessze fel az Unió jelenlegi formájában a háborús szankciós politikáját, és kezdje el a Magyarországnak járó EU-s források kifizetését. Nekem valami nehézségem van, és kéréssel fogok valakit, akkor nem azzal kezdem, hogy megsértem. A megyei ellenzéki képviselők nem tudták támogatni a javaslatot, részint a stílus miatt, másrészt azért, mert ahogy fogalmaztak, valótlanságokkal van tele annak tartalma. Vannak, hogy minden egyes alkalommal a szankciós jóban ezt az adatokat igen aláírtak, viszont most arra hivatkozik, hogy emiatt emelkedtek az energiára, ez nem igaz, tehát az energia árakra, az földgázra nem vonatkozott egy őszintén szankció sem, és nem ezek miatt növekedtek az energiárak. Az, hogy a brüsszeli források visszatartják, az szintén nem az ukrán orosz konfliktusnak köszönhető, hanem Magyarországgal szemben támasztott jogállami kritériumok miatt tartják ezeket vissza. A megyei közgyűlés elnöke szerint a petícióban a magyar emberek érdekeit szolgáló kérdések szerepelnek. Molnár Krisztián sajnálatának adott hangot, hogy a döntést az ellenzéki képviselők nem támogatták. Szerintem a magyar emberek többsége számára világos, hogy egyrészt ez az Európai Unió szankciós út, amin most Brüsszel jár, az leginkább magukat, az európai embereket sújtja. Ez tarthatatlan, ez az állapot, és az is egyértelmű, hogy ezek a pénzek, amikről beszéltünk, nem könyöradományok, nem ajándék. Ez a Magyarország pénze, a magyar emberek pénze, és aki azon dolgozik, hogy mi ezeket a forrásokat ne kapjuk meg, pláne ha magyar emberként ezen dolgozik, az szerintem több, mint politikai bűn. A petícióhoz történő csatlakozásról szóló döntést 12 igen és 3 nem arányban fogadta el a megyei közgyűlés.